Kedves nézőim, kedves hallgatóim! Mindenkit sok szeretettel üdvözlök ezen a szép, meleg nyári napon, és örülök, hogyha velem tartanak. Azokat is üdvözlöm külön, akik a tévé előtt néznek, vagy az interneten. Én minden előkészületem előtt kérem a drága Szent Lelket, hogy ő irányítsa gondolataimat, hogy miről is kellene most tanítani. Valamikor sok hívő fiatal esküvőjén részt vettem, és elmondtam egy verset. Szeretnék abból idézni egy részletet. De mindenek előtt elmondom, hogy ennek a órának a címe keresztény jellem szilárdság. Mit tanácsolt a fiataloknak ez a vers? Légy elfű. Ne így az életben befolyás alatt, mint könnyű parafa, melyet vet a hab, vagy hajó, mely iránytű nélkül halad, arra, amerre viszi az áradat. Legyenek nemes szent elveid, hajtsd végére elvi kötelességeid. Tehát nem elég csak elv meggondolkozni, hanem azt a gyakorlati életben is véghez kell vinni. Mindig legnagyobb példaképünk maga az Úr Jézus Krisztus. Mit írt Dávid király vele kapcsolatban? Akkor azt mondtam, a könyvtekerűben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Pálapostól hogyan ír róla? Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, Megalázta magát, engedelmes volt halálig, pedig a keresztvának haláláig. És miért mondhatta el János Apostol a szavakat? Én dicsőítettelek téged a földön, elvégezte a munkát, amelyet rám bíztál. Azért mondhatta el, mert el is végezte. A szemmelvények első kötetében ezt tanuljuk. Jézus szemléve élő és gyarapodó elvet fogadunk szívünkbe a Szentlélek folytatja a munkát, és a hívő kegyelemből kegyelembe, erőről erőre, jellemről jellemre halad előre. Krisztus képmására hasonul, míg el nem jut a Krisztus teljességének ékeskedő kornak mértékére. Tehát, hogyan éljen szívünkben Jézus, mint élő és gyarapodó elv? Mit ír nekünk Vájtesvérnő a tapasztalatokban? Szomorú. Ó, mi nagy mértékben hiányzik belőlünk a keresztényi szilárdság, hogy Isten ebből szolgáljuk. Ne saját tetszésünket keressük, hanem igyekezzünk minden cselekedetünkben szavunkkal Isten dicsőítésére. Az embereknek felelni kell majd az ítélet napján, minden egyes haszontalan szóért amelyet kimondtak. Te Isten, ó, látsz engemet. Mire vagyunk figyelmeztetve a Szentírásban? Mit okozhat nálunk az, hogyha nem elfként él bennünk Krisztus? Sofoniás profita ezt írja. Megfenyítem mindazt, aki a küszöbön ugrál, a manapon. Megfenyítem azokat, akik a saját seprűkön hevernek, akik azt mondják szívükben, sem jót, sem rosszat nem cselekszik az Úr. Tehát, ha nem követjük Jézust, ha nem él bennünk, mint szilárd elb, össze visszajárunk, vagy pedig nem teszünk semmit, érte, hanem heverünk, elhanyagolva a ránk bízott munkát. Ezért fenyítésbe részesülünk. Mit ír nekünk ézséás profita? Füleid, meghallják a kiáltó szót, ez az út, ezen járjatok, ha jobbra vagy balra elhajoltok. Mit olvashatunk ugyanebben kapcsolatban az új szövetségben? Efézős nál mit ír pálapostól nekünk? Hogy többé ne legyünk gyermekek, akiket ides tovább hány hab, és hajt a tanításnak akármilyen szele. Az embereknek álnoksága által, a téveig és ravasságához való családság által hanem növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban. Figyeljük meg, Jézus azt mondja, Én vagyok az út, az igazság és az élet. Csak utat mond, és nem mond utakat. Milyen figyelmeset is olvashatunk az ötödik kötetből. A tévedés soha nem ártalmatlan. Soha sem szentel meg, hanem mindig zűrzavart és széthúzást okoz. Mindig veszélyes. Az ellenségnek nagy hatalma van azoknak az értelmén, akik nem erősödtek meg igazán az ima által, és nem alapozottak meg a Biblia igazságaiban. Mit kell tegyen ma minden Krisztus követő? Pálapostul írja, meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, és megerősödvén a hitben. Miről elmélkedett József, mikor vitték az egyiptomi úton? Megilletődötten tökélt el magában, hogy hű marad Istenéhez, bárminő körülmények között is. Mikor Potifár felesége bűnre csábította volna, József válasza az őszinte, vallásos meggyőződés erejének diadala. Gondolatai legelőször az Istenhez szálltak. Hogyan követhetném el hát ezt a nagy és hogyan védkezném az Isten ellen, mondotta. Tudta, hogy Isten elleni bűn lenne, ha engedne a kísértésnek, és ezért börtönbe kellene mennie. Hasonlóképpen nyilatkozik önmagával kapcsolatban hosszú idő elteltével Dávid király. Egyedül te ellened védkeztem és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt. Nagy különbség a két eset között. Józsefnek volt szilárd keresztény eleme, ellen tudott állni a kísértésnek. Dávid mint király, elkövette a bűnt, de letéve rangját meg tudott alászkodni, és bűne bocsánatét esedezett. Vel embertársa ellen elkövetett bűnével Isten ellen védkezett. Majd így van írva. Az így fegyelmezett elmék nem ingadoznak majd a jó és rossz között, mint a náda szélben. A nemes jellem kialakulása az egész életműve. Szorgalmas és kitartó törekvések eredménye. Isten adja az alkalmakat, kihasználásuktól pedig függ az eredmény. Hiszem, hogy komolyan kell vegyük drága Jézusunk elmeneterde előtt tanítványnak adott parancsait, amit minden ma élő gyermekétől el is vár. Elmenvén szélesebb világra hirdessétek az evangéliumot, és ő ma is adja nekünk az alkalmakat, hogy hirdessük a mai időre szóló igazságot, csak rajtunk áll, hogy azokat hogyan használjuk ki. Nagyon boldogan emlékszem vissza 1989. január első napjaira. Budapestre utaztam, táskámba tettem a braziliai könyvet, Sauda Atarabézdonaturizmó, hogy az időt kihasználva ott is fordítsam tovább. A malamipari szaküzletbe mentem, és három zacskó szójalisztet tettem a kosaramba, és a pénztáros rám kérdezett, hogy mit akar ilyen sokkal, mit csinál belőle. És én mondtam, tejet, tejfő, túrót, stb. Erre rám szólt, hogy ha maga ilyesmit tud, akkor miért nem ír könyvet. És én nyugodtan válaszoltam, hogy nem tudom, hogy kell, meg pénzem sincs rá. Erre a bevők közül egy magas hölgy megszólalt, majd én segítek. A jó Isten felhasználta és segített is. Az Ikarusnál volt egy nagy vezető, és a dolgozójával küldött nekem egy nagy villanyírógépet, nagy munkát, sok munkát, és elkezdtem írni a könyvet, és elkezdtem dolgozni neki is. Három hónap múlva leadtuk a kéziratomat egy nyomdában, ahonnan később visszaadták abban a megjegyzéssel, hogy valakivel megnézették, és nem kellene ide csövök és vödrök. Ez idő közben, míg a nyomdában volt a könyv, meglátogattam egy győri betegtársam feleségét, akivel egy nap egy ilyen beszélgettünk Brazíliáról, és a végén azt mondta, hogy Kati, hát ez annyira jó, hogy ezt el kell mondjad a műházba. És meg is szervezte az előadást május 25-ére. Előtt a napokban kaptam a értesítést a nyomdából, hogy mehetek a kéziratomért, és így mentem el Győrbe nagy sikerű előadás volt, nagyon boldog emlékszek rá, dugig volt a műfház, és leadtuk a könyvet ottan kiadatni a Győri Lapkiadó vállalatnál. Természetesen a műfház mindenfele hirdette, és engem hívtak az országba területére többfele előadást tartani. Hálás szépen áldom az én hatalmas Istenemet, hogy akkor adta ezt az alkalmat, és a Szentlélek által irányított, hogy fogadjam el és csináljam a munkát. Ha nem ismertem volna fel ezt az alkalmat, akkor soha nem írtam volna könyvet, és ma nem kapnék annyi szép levelet a hálás betegeimtől, akik akik szót fogadnak, meg is gyógyultak. Azután még kilenc könyvet írtam. Köszönöm az Úrnak, hogy adott ilyen erőt és kitartást. Adott benne való hitet, bár nagyon kemény munkát vár fel tőlem. Három hónap alatt megírtam egy három ház oldalas könyvet, közben a hölgynek is dolgoztam, és azóta is, ma is jönnek hozzám általában súlyos betegek, pedig már a 83. évemet taposom, és akik elfogadták és elfogadják tanácsaimat, Isten segítségével, drága Jézusunk által szépen gyógyulnak. De nekem mindig Isten dicsőítése volt az első, és már az első könyvemben sok harcok közepette is, de több helyen írok a Szent Szombat helyes megtartásáról, a tisztparancsolatról a Jézus közeli eljöveteléről való elkészülés fontosságáról. És jártam előadásokat tartani teljesen keresztül országunkban, közeli országokban, Amerikában, Brazíliában, Kanadában, Ausztráliában is. Mindenütt ismertetve Jézus dicsőséges második eljövetelét és hiszem, hogy az Úr minden gyermekének a alkalmakat, de hogy az ki, hogy használja ki, ez rajta múlik, de mindenki felvés azokért. Lépjünk tovább, tanulmányozunk Mózes életét. Mózes a szegény rabszolga kunyhóból a királyi palotába került, mint király leányának a gyermeke. Azonban a gyermekkorában tanult benyomásokat, befolyásokat, soha nem engedte elmosódni lelkéből. A papok sem tudták semmiképpen rávenni, hogy bálványt imádjon, vagy a bálvány szolgálatban részt vegyen. 40 éves koráig maradt az udvarnál, és tudjuk, hogy mikor agyon ütött egy egyiptomi férfit, utána elmenekült Arábiába. Jetrónál a midiániták fejedelménél talált otthont, és ott is 40 évig pásztorkodott és így pásztorként hívta el az Úr népének vezetésére. Neki még a hitnek ugyanazt a leckét kellett megtanulnia, amilyet megtanult Ábrahám és Jákob, ugyanis, hogy ne bízzék emberi erőben vagy bölcsességben, hanem Isten hatalmában, aki teljesíti ígéretét. Mikor Mózes az Úr felhívta a hegyre, találkozásuk előtt hat napig kellett csendben, ibában önvizsgálatot tartania, mielőtt teremtője közvetlen közelébe léphetett. Vajon mikor teremtőnk elé megyünk, nekünk is nem kellene megvizsgálni saját életünket? Távoléte idejére a vezetést Áronra bízta. És mit követel tőle a nép? Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, akik előttünk járjanak, mert nem tudjuk, hogy mint lőn dolga Mózesnek, aki minket Egyiptom földjéből kihozott. Áron pedig, ahelyett, hogy Isten tekintélyéért bátran sikra szállt volna, engedett a tömeg kívánságának. Borjút öntött az egyiptomi bálvány istenek formájára. A nép örömmel kiáltotta, ezek a te isteneid, ó Izrael! Áron eltűrte ezt a szégyenletes istenkáromlást. Mit olvashatunk Áronnal kapcsolatban a harmadik bizonyságtételekben? Ha Áron erkölcsi bátorsággal helytált volna, ha erélyesen megrótta volna a szégyen teljes kérdés fő támogatóit, idejében kiejtett szavai borzalmas hitehagyást folytottak volna csirájába. Hanem Áron vágya, hogy népszerű legyen, és attól való rettegése, hogy megtehesztelnek rá, arra sodorták őt, hogy a döntő pillanatban gyáván áldozatul lökje a zsidók urral kötött szövetségét. Mit tett Áron a népszerűségért? Feláldozta Istenét. Milyen komoly dolog. A pátyákában ezt olvassuk: Akiket Isten feladattal tüntet ki, azoknak nem szabad ingadozóknak, gyöngéknek lenni, vagy engedékenyen a körülményekhez alkalmazkodni. Ne törekedjenek önmaguk magasztalására, ne vonakodjanak a kellemetlen kötelességek teljesítésétől, hanem megingathatatlan. Hűséggel végezzék Isten művét. Az üzenet az ifjúságból: semmi esetre sem véletlen eredményei a nemes lelki tulajdonságok és az elfhű szilárd jellem. Az alkalmakat Isten adja, a siker azok kihasználásától függ. A gondviselés által nyújtott lehetőségeket nyomban fel kell ismernünk és ki kell használnunk. Lépjünk át az Új Szövetségi időkre. Ha figyelmesen olvasjuk Bibliánkat, megfigyelhetjük, hogy legnagyobb példaképünk maga Jézus Krisztus, mennyire ragaszkodott az abban rejlő utasításukra. Bármilyen taktikával tettek fel neki kérdést, válasza mindig az volt: Meg van írva. Miért? Apasok történetében ez van írva: Isten szavát minden emberi törvényhozás felettinek kell elismernünk. Az így szól az Úr, nem állhat mögötte annak, hogy így szól az egyház, vagy így szól az állam. Krisztus koronájának a földi uralkodó koronái fölött kell ragyognia. Keresztelő János gyermek és ifjú korát és férfi korát szilárdság és erkölcsi erő jellemezte. Amikor hangja hallatszott a pusztában, készítsétek az Úrnak útját, és egyengesétek az ő ösvényeit. És amiért ő híven végezte a reávizottakat, börtönbe került, majd lefejezés volt az osztály Majd olvashatjuk az apostolok munkájának a kezdetén, mik történtek. A hívők pedig mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, úgy férfiak, mint asszonyok sokasága. Mit tettek a papok? de felkelvén a főpap is mindakik belevalának, azaz a sadiszáusok felekezete, betelének irítséggel. És rávették kezüket az apostolokra, és közömséges tömlőzbe veték őket. De az úrnak angyala éjszaka kiszabajtotta őket. Mikor felelősségre vonják őket, Péter apostol így felel nekik. Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek, ezek után megkövezik Istvánt. Megfigyeljük, mindig bántalmazás, üldözés jön, ha te teljes szível akarsz Istennek szolgálni. Tanuljunk Péter apostol életéből. Az apostolok története ezt írja. Intelmeire, figyelmeztetéseire, a hit és bátorítás szavaira minden léleknek szüksége van, aki hitében mindvégig Szilárdan meg akar maradni. Második levelében ezt írja. Valának pedig hamis proféták is a nép között, amiképpen éppen is lesznek, és hamis tanítók, akik veszedelmes erekségeket fognak besempészni, és az urat, aki megváltotta őket, megtagadván magokra hirtelen való veszedelmet hoznak. És hogyan folytatja? És sokan fogják követni őket. Mire figyelmeztet bennünket? hogy közöttünk is lesznek hamis tanítók. Küzdelmekkel teli életét Péter apostol hogyan fejezte be? Apostolok történetében így van írva. Gondviselésében Isten megengedte, hogy Péter Rómában fejezze be lelkipásztori szolgálatát, mint zsidót és idegent megkorbásolása és keresztre feszítése ítélték, utolsó kegyként azt kérte hóhéraitól, hogy fejjel lefele szegezzék keresztet. Pálapostól, aki Saulus néven a zsidó főtanács tagja, mi nagy fordulatot tett életében, mikor megismerte Jézust. A Korintuszbelieknek írja, milyen élete volt. Megostorozták, megkövezték. Veszetelemben volt rablók között, népe között a városában, hamis atyafiak között. És arra kéri őket, legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé. Tehát mindenkit csak addig szabad követni, míg életével bizonyítja, hogy ő a Jézus által adott úton jár. Mire kéri Timóteuszt, a szeretet fiát? Hirdesd az igét, állj elővere. De te, Józsa így mindenekben. Szenvedj, az evangélista munkáját cseleked, szolgálatodat teljesen betölt. Az törtében így folytassuk. Rómában a császárnak Pál elleni rossz indulata csak hamar fellángult. Ezután nem sokára Néró határozott, Pált vértanú halára ítélte. Mivel római polgárt kínpadra nem vonhattak, az ítélet lefejezés volt. Gondolata és reménysége urának második eljövetelére összpontosul ekkor. Kérem, gondolkodjanak el, milyen keresztényi jellemszilánsággal rendelkezett Pálapostól, ha ezt el tudta vállalni. Mire kell ma is nagyon figyelnünk? Sokkal jobban kell félnünk a belső akadályoktól, mint a külsőktől. Az erő és siker akadályai sokkal nagyobbak magában az egyházban, mint a világban. Gyakran az igazság állítólagos szószólói bizonyultak az előrehaladás legnagyobb akadályának a hitetlenség eltűrése, a kétel kijelentése, a sötétség dédelgetése bátorítja a gonosz angyalok jelenlétét, és utat nyit sátán utasításának végrehajtására. Olvashattuk ezt mind az első szemelvényekben. Gondoljuk át, milyen szilárd hite volt a régi reformátoroknak, akiket mágján égettek el, és mégis kitartottak Istenben való hitükben. Sokszor eszembe jött Husz és Hieronymus aki azt kérdezte, többre kell becsülni az embereket, mint Isten beszédét? Ezt nem fogadhatom el, ha életembe kerül is. Minden a hóhér készült, hogy hátam mögött a mágiát meggyújtsa, a mártir így kiáltott fel. Jöjj bátran előre, és gyűjts meg szemeim előtt, ha féletem volna, nem volnék itt. Lépjünk tovább az 1888-as nagy konferenciához. Jonas és Wagoner tanítása az igazi hitáltai megigazolás tanítása volt. Az a hité, amely hívőt igazá teszi, abban az értelemben, hogy a törvény engedelmes cselekvőjévé avatta. Tanították, hogy a Krisztusban való hit megszabadítja az embert a törvény iránti engedetlenség fogságából, és az engedelmeség ösvényére helyezi lábait. Mit olvashatunk az megyedik oldalon? Hogyan viszonyultak akkor hozzájuk? Jones és Wagoner keresztényetlen üldöztetést szenvedtek hit testvéreiktől. Olyan üldöztetésben volt részük, mint senki másnak azokban az időkben. Az 54. oldalon ez van írva. 1892-ben Vagonert Angliába küldték, különleges, nyomorúságos körülmények közé. A megelőző éveiben Ellen White Ausztráliába. Nem volt semmi világosság az úrtól, hogy az ő akarata-e, szerinte ez az út, vagy csak a generál konferencia küldte őt. Az ellenség mindig azok ellen dolgozik legjobban, akik legjobban szeretnének Istennek szolgálni. Mit kell tenni nekünk is naponta? Minden lépésnél kérdezzük meg, ez az Úrnak útja? amíg életünk tart, céltudatosan, szilárd elhatározással örködjünk, hogy ezen az úton tudjunk maradni mindvégig. A negyedik kötetben szomorúan ez van írva. A keresztény név szégyene, hogy olyan kevés szilárdság és igazi Istenfélelem látható sok Krisztust való életében. Világi hatásokra kétfelé sántikálók lesznek. Inkább a világ, mint Krisztus felé hajlanak. Az üzenet az ifjúságból ezt olvashatjuk. Minden igazi nagyság alapja az Isten félelem. Tiszta, szilárd, ép jellem legyen alapelved, melyet az élet minden tevénységébe beleviszel. Isten kiegyensúlyozott férfiakat és nőket hív, akiknek szilárd a célja, akikre számítani lehet a veszedelem és a próba óráján, akik olyan biztosan meggyökeresedtek és megállapodottak az igazságban, mint az örök halmok, akiket nem lehet jobbra-balra ingatni, hanem célegyenesen haladnak és igazság oldalán szállnak síkra. A negyedik kötetben. Milyen látomás adatot vált a mi időnkre? Láttam egy csapatot, amely szilárdan és erős fegyverzetben állott őrhelyén, és egy tapotta sem hátrált meg azok támadása elől, akik a közösség megalapozott hitét akarták megingatni. Isten tetszésre tekintette rájuk. Három fokozatot láttam, az első, a második és harmadik anja üzenetét. Ezen üzenetek helyes megértése életkérdés. Mit mondott az Úr Jézus tanítványainak? Hogyan köszönt el tőlük? Elmenvén teljetek tanítványokkal minden népeket, hirdessétek az evangéliumot az egész világon. Vajon hogyan engedelmeskedünk ma mi Isten ezen parancsának? Következő kérdés. Ó, bárcsak felismernénk e nagyvárosok inségét úgy, ahogyan Isten látja. Terveznünk kell, hogy e városokba tehetséges embereket küldjünk, akik a hámas angyali üzenetet olyan átütő erével képviselik, hogy meggyőzi az embereket, olyan férfiakat, akik erre képesek. Gondoljunk el, hogy tesszük-e ezt a feladatot. Eléggé. A második kötet ezt tanácsolja. A megújult szívben szilárd el fog élni, hogy engedelmeskedjen Isten akaratának, mert az igazságosat, a jót, a szentet szeretik. Mindenki döntsön magának. A szilárd jellem többet ér, mint az arany. Legyen szilárd a meggyőződésed abban, amit hiszel. És Isten csodálatos kegyelmében ez van írva. Isten ma is ad alkalmakat, vajon észrevesszük-e és hirdessük -e a világnak a mai időre szóló szent igazságokat? A mindennapi alkalmak figyelmen kívül hagyásával, a kéznél lévő kicsin dolgok mellőzésével sokan gyümölcstelnek lesznek és elsorvadnak mindenkinek kívánom, és ezt akarom gyakorolni én is, hogy naponta őszinte szívvel imádkozzuk, amint Dávid. Ragaszkodtak lépteim a te ösvényeidhez, nem ingadoztak a mi lábaim. És a második szemelvények szeretnék elköszönni, ragaszkodjunk szilárdan Isten igények minden elveihez. Kedves nézőim, ez az én imám mindannyiunkért, önökért, magamért az ők szent kegyelmei szeretete által. Amen.